Kedves nézőink, a Dunaföldvár Televízió október 19-i adását látják. Jó estét kívánok! Tekintsék meg Földvár Mozaik című műsorunkat! Ma esti adásunkban a következő témákkal foglalkozunk. A természeti katasztrófa sújtotta Kolontárra, és Devecserre érkeztek segíteni a megyei polgárőrök. Azt gondolom, hogy a Magyarországon bármilyen területen az országnak bármi nemű természeti katasztrófa sújtja az országot, akkor a polgárőrségnek nem csak a közbiztonságra, hanem az ottani lakók segítségére is kell sietni. Az Országos Polgári Szövetség még nem adott addig irányelvet, de azt gondoltuk, hogy a szomszéd megye, illetve közel lévő település, idézőjelben ez a 130-140 kilométer, igenis oda kell menni a polgárőrnek, és amit tud segít, úgy fizikálisan, vagy bármilyen más munkába is. Itt azt gondolt a megyei szövetség, hogy Tolna megyébe egy pár településen, az északi településekről hívunk polgárőrtársunkat, így 3 autóval és 16 fővel elmentünk szombaton segíteni az ottani lakókon. Hosszadalmas folyamat lesz a mikrotérségi iskolák műszaki átadása. A műszaki átadás az folyik jelen pillanatban is. A tűzvédelmi szakhatóságnak vannak kifogásai még a kivitelezés, illetve inkább tervi munkarészekkel kapcsolatosan. Ezeknek a korrekciója fog még megtörténni. Tulajdonképpen szeptember 30-án már elkezdődött az átadási folyamat, és hát ez egy elég hosszú, ugye 3 épületről, 3 településről beszélünk, elég sokrétű létesítményről, elég nagy alapterületű létesítményről beszélünk. Tehát ez nem egy 2 óra hosszás átadási folyamat. A hozzátartozók véleményét várják a Napsugár Idősek Otthonának dolgozói a demens osztályon tartott nyílt napot követően. Itt ebben a részlegben súlyos demens betegeket gondozunk elsősorban, ahol visszajelzést nem tudunk kapni a munkánkról, és a nyílt nap keretében a hozzátartozókat kértük meg, hogy mondják el, értékeljék a munkánkat, másrészt pedig, hogy beletekintést lássanak, hogy mi is történik itt nap mint nap a hozzátartozóikkal. Májer Mihály megyés püspök köszönetet mondott az előző városvezetésnek az eddig nyújtott együttműködő munkájukért. Leköszönő képviselőtestületnek és a polgármester asszonynak, Nagy Gábornénak is köszönöm, hogy eddig is igyekeztek mindig, és tudtak együtt dolgozni és együtt gondolkozni a püspökkel is, és igyekeztek mindig együtt gondolkozni a hívő emberekkel is. Sikeresnek értékelte Gallai Erzsébet könyvtárvezető az országosan meghirdetett Családi Könyvtári Napok dunaföldvári rendezvényeit. Nagyon pozitívan alakult a könyvtári hét maga, nagyon sok programunk volt, tudjátok, nap mint nap új programmal jelentkeztünk nagyon sok résztvevővel, és az utóélete is nagyon pozitív. A DSC Őcsény a DSTN nagy darab csapata ellen lépett pályára a hétvégi labdarúgó mérkőzéseken. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Tudtuk, hogy Pasker Robi, aki ebben a szezonban 6 gólt lőtt a múlt heti kiállítása miatt, most hiányozni fog. Ezt igazolta is a mérkőzés, hiszen nem sikerült most gólt rúgnunk. Azt kell mondanom, hogy egy elég gyenge játékkal sikerült ezt az eredményt elérni. A vörösi szab sújtotta területekre érkeztek a Tolna megyei polgárőrök élőerővel és segélyszállítmánnyal. A dunántúli vörösiszap katasztrófa országos visszhangot váltott ki. Természetes dolog, hogy Magyarország szinte összes települése megmozdult, ahol tud segít. A Tolna megyei polgárőrség szervezete is egy segélyakciót szervezett, mégpedig október 9-én szombaton. Széles János, a polgárőrség elnökét kérdezzük, hogy miképpen szerveztétek meg ezt a mai napot, illetve mi volt a célja ennek a segélyprogramnak? Azt gondolom, hogy a Magyarországon bármilyen területen az országnak bármi nemű természeti katasztrófa sújtja az országot, akkor a polgárőrségnek nem csak a közbiztonságra, hanem az ottani lakók segítségére is kell sietni. Az Országos Polgári Szövetség még nem adott addig irányelvet, de azt gondoltuk, hogy a szomszéd megye, illetve közel lévő település, idézőjelben ez a 130-140 kilométer, igenis oda kell menni a polgárőrnek, és amit tud segít, úgy fizikálisan, vagy bármilyen más munkába is. Itt azt gondoltuk,
a megyei szövetség, hogy Tóna megyében egy pár településen, az északi településekről hívunk polgárőrtársunkat, így 3 autóval és 16 fővel elmentünk szombaton segíteni az ottani lakókon. Tehát teljes egészében megyei kezdeményezés volt? Igen, az elsődleges ez a megyei kezdeményezés volt, a részvétel, illetve az adomány segítség nyújtása is. Én azt gondolom, hogy ebbe a idézőjelbe káoszba ott nem tudta senki semmit, hogy most mi van, meg mennyire veszélyes, akkor még nagyon a kezdetek elején voltunk, azóta már természetesen kitudódott. Ott maga a segítségnyújtásnak a ténye is lelkileg is gondolom segítette az ottani lakókon, bármennyire is mi azt mondtuk, hogy ha kell, lapátolunk, vagy bármit, amit kell csinálni, segítünk. Tehát a napi program végül is két részből állt, egyrészt a segítségnyújtás, a konkrét tevékenység, illetve az adományoknak a odavitele, szétosztása. Igen, itt kipattant rögtön, hogyha egyszer megyünk, akkor már valamit vigyünk is. A Dunaföldvári Polgárőrség, a DIT Kft. És a Napsugár Idősek Otthona adományát a Tanya gondnoki busszal szállítottuk el. Vittünk tartós élelmiszert, ásványvizet, nem tudtuk, hogy mire van konkrétan szükség, takarókat, nem tudtuk itthonról, nem tudtuk eldönteni, mekkora a kármértéke, vagy mire van szükség, úgy átmenetileg mindenből vittünk. Természetesen azért itt szeretném megjegyezni, hogy rá két napra a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Dunaföldvári csoportja is adományokkal megrakottan tért ki Debecserbe. Én azt gondolom, hogy, és amit ott láttunk, hogy az ország minden területéről TS majorokat csúrig megrakták adományokkal, jött egy személy autó, de mögött egy őrült nagy autó, amiben a magánemberek vagy kisebb-nagyobb települések adományai voltak, és ott látszott, hogy összetart az ország. Az adomány elosztás mindig is problémát jelentett, hallottunk visszaélésekről is. Ebben az esetben itt hogyan, miképpen próbálták megoldani az adomány elosztásnak a igazságosságát? Én azt gondolom, hogy nagyon korrekt és úri módon központi gyűjtőtelepekre, tehát ilyen TS majorokba rakták be az adományokat, egész nap hordták, és ott két polgárőrnek a munkája is benne van, az értékes testvéreké, hordták az ásványvizet, kávét az utcákon, és bárkinek bármire szüksége volt, jelezte, rögtön a polgárőrök vitték, hozták, be lehetett menni segélyhelyekre, az utolsó kis ABC boltba is kávét osztottak, ásványvizet osztottak, nem tudták akár mértékét, de azt érezték, hogy ha már ott vannak az emberek, segíteni akarnak, akkor a helyi lakókon kívül a segítségnyújtókat is vendégül látták. Szerintem maximálisan el volt látva mindennel a település. Hát Debecser elsődlegesen, a másik szerencsétlenebb település, akkor már folyamatban volt a kitelepítés, illetve katonai terepjárókkal mentek be, hogy a lakosságot mentik. A polgárőrök milyen gyakorlati segítséget tudtak nyújtani ezen a napon? Hát mi úgy indultunk, hogy fölkészültünk, hogy lapátolunk, vagy bármit, amikre bútort kirakni, mentesíteni, bármit, mindegy, hogy hozzáértő szakember, egy katasztrófás vagy egy tűzoltós mondja meg, hogy a polgárőr mit tud segíteni. Ahogy odaértünk, nekem személyes ismerősöm az ottani polgármester, rögtön abban kezdte, hogy még nincs annyi rendőr, amennyire igény lenne, akkor segélyosztás volt, egy rendkívüli segélyosztás, és két magyar keszi polgárőrtársunkat kérték meg, hogy biztosítják a legyenek segítségre a zavartalan pénzkiosztásnak. Akkor az előbb említettem, az értékes testvéreket megkérték, hogy a mozgó segélynyújtó helye, tehát hogy ásványvizet, kávét vittek a lakosságnak, legyenek szívesek segíteni, illetve hát figyeljék az embereknek a reakcióját, hogy mikor lesz nehogy Isten pánik hangulat. Mert félő volt, hogy átszakad a másik is. Tehát a adományelosztás ilyen életelemben célirányos volt, tehát rögtön rászorultak, kapták meg ott a helyszínen? Mindenki kapott, bármire volt igénye, mindenki kapott. Elsődlegesen azok az emberek a polgármesteri hivatalba kapták meg, akik konkrétan érintette az ingatlan által a házát, vagy bármelyik rész, település résznek a lakóit, aki konkrétan elöntött az iszap. A többiek azok idézőjelben nyugtalanul, de csendesen figyeltek, hogy most akkor hogyan tovább és mi lesz. Tolna megyei polgárőrök mely településekről csatlakoztak hozzátok, illetve mi volt az ottani konkrét feladatok? Hát először is, mert ugye nem vagyok hiú, de dunaföldváriak, Tamási, Iregszemcse és Magyarkeszi település jöttünk, illetve jöttünk össze 3 autóval, illetve a tanyagondnoki dunaföldvári autóval. Az ottani eligazításnál a polgármester úr megkért bennünket, említettem az előbb, hogy a pénzosztás biztosítása, 2 fő az az ital, illetve hát a mozgó segítségnyújtás, és a polgárőrök miután feliratos autókkal voltunk a Devecser, illetve a másik településnek a belterületén.
területén való közrend közbiztonság, illetve lakosság megnyugtatása. A polgármester úr tájékoztatott bennünket, hogy abban az esetben, ha és amennyiben a másik is megmozdul, mert katasztrófavédelmések jelezték, hogy éjjel megmozdult 7 centire, és ez éjszaka volt, és nappal még plusz 2 centit repett, és az egy tízszer nagyobb tároló, és az félő volt, hogy sűrűbb iszap, de az már mindent el is víz, tehát nem csak kiöblíti, hanem eltarolja, és jelezte a polgármester, hogy a lakosság bárhol, ahol megállítanak bennünket, nyugodtan mondjuk el, ha megszólalnak a szirénák, 40 percük van, hogy azt a 2 kilométert eléri az a sűrű iszap, addig a lakosságot idézőjelben nyugtassuk, vagy ne legyen pánik hangulat. De azért belegondolva, ha én lennék ott, biztos, hogy pánikba csúsznák, összecsomagolva, ott láttam, hogy a csomagokkal el voltak készülve, domptetőnbe volt pakolva az ajtók, a kapuknak az alja homokzsákkal, mindenki próbált védekezni, de a lakosság megnyugtatása, és nem kíváncsi cselekedetek visszaszorítása, illetve ne jöjjenek oda se katasztrófaturisták, se gyűjtögető vagy betörő emberek. Maga a polgárőrség puszta megjelenése az utcán, lépésbe haladva figyeljünk, jelezzük. Mind a mellett, hogy alkoholtilalom volt, jelezték, hogy szóljunk be az ital kimérő egységekbe, hogy most rögtön zárjanak be. Nekünk pusztán a dolgunk volt a dolgunk, hogy a lakosságot közel információt, vagy segítsük a lakosságot. Amint tudtuk a híradásokból, a miniszterelnök úr szintén személyesen ott járt ezen a napon. Igen, az eligazításnál, a polgármesteri hivatalnál pont vártuk az eligazítást, hogy hogyan tovább, és akkor jelent meg a miniszterelnök úr, a belügyminiszter úr és az országos rendőrfőkapitány. Ott nagyon kedvesen, aranyosan mindenkivel kezet fogtak, beszélgettünk pár szót miniszterelnök úrral, jó munkát kívánt, és mondta, hogy reméli, hogy ennél nagyobb baj nem lesz, de ebbe segítsen a polgárőrség, hogy a közhangulat, a morál az deroboljon. A televíziókon, a médiákon át megdöbbentő képeket láttunk, tapasztaltunk. Gondolom a személyes ottlét, a személyes jelenlét még inkább más hatásokat gerjesztett bennetek. Igen, az az ember úgy el tudja képzelni, hogy nézve a tévét, gondolom majd ezt az adást, amikor nézik, elképzelések lesznek róla, de más élőben látni, az ember hátán fölállt a szőr, és nem tudja az ember a gagyáját odaadni, hogy valamit tudjon segíteni azoknak a szerencsétlen embereken. Ott sírtak, ott a miniszterelnök úrnak is egy hölgy mondta, hogy ő a cégnél dolgozott, ami okozta ezt a problémát, itt lakik Devecseren, most mondják meg, hogyan tovább, és mint embert. Az emberi oldaláról nézve nagyon meghatóak, és azt, ahogy észrevettem, ott nem volt ez kérdés, hogy nem segítenek miniszterelnök úr is, illetve a devecseri polgármester úr is maximálisan mondta, hogy mindenki meg lesz a kártérítés, segíteni fognak az embereken. Itt a helyreállítási munkálatok, illetve a segítségnyújtás nem egy-két hétre, hónapra szól, lehet, hogy hosszabb időre. Gondolkodtak abban, hogy esetleg egy újabb segítségnyújtási akcióban részt veszek a támogatás lehetőségét tekintve? Természetesen, mert ez egy kicsit büszkén mondom, hogy az országban a Tolna Megyei Polgárszövetség volt az első, mint megyei szövetség és polgárőr, aki Devecseren megjelent és aktívan részt vett a munkába. Azóta az Országos Polgárőr Szövetség létrehozott egy segélyszámot, amiben minden polgárőr képességeihez mérten adományt, illetve pénztámogatást várnunk el. Mondjuk Tolna megyéből közel olyan 200 000 forint lesz az, ami effektív készpénz, de élőerős segítséget is felajánlott Tolna megye, ha bármely településen az ott lakó, illetve az ottani polgármester élő elősegítséget kér, minimum 200-an biztos, hogy el fogunk tudni megenni. Ha most az igényeket felmérve, illetve jelzés alapján tartós élelmiszerre van szükségük, illetve meleg ruhákra, takarókra. A mikrotérségi iskolaépítkezések mindhárom helyszínén elkezdődött az épületek műszaki átadása. Október közepén jelentős állomásához érkezett az iskolaépítés, hiszen a szakhatóságok, illetve a műszaki átadás elvileg megtörtént. Mennyi idő alatt sikerült ezt az épületet ilyen állapotba hozni? Mikor kezdődött az első kapavágás, illetve mi történt ez alatt az idő alatt? Pontosítanál, tehát nem történt meg a műszaki átadás, tehát a műszaki átadás az folyik jelen pillanatban is. A tűzvédelmi szakhatóságnak vannak kifogásai még a kivitelezés, illetve inkább tervi munkarészekkel kapcsolatosan. Ezeknek a korrekciója fog még megtörténni. Tulajdonképpen szeptember 30-án már elkezdődött az átadási folyamat, és hát ez egy elég hosszú, ugye 3 épületről, 3 településről beszélünk, elég sokrétű létesítményről, elég nagy alapterületű létesítményről beszélünk, tehát ez nem egy 2 óra hosszás átadási folyamat.
egyébként maga a kivitelezés az december 1-én kezdődött meg 2009-ben. Tehát tulajdonképpen 10 hónap kivitelezés során állunk most ebben a mai állapotban. Az építkezés során szükség volt tervmódosításokra, vagy tervmódosításra? Tehát ugye maga a kivitelezés az egy engedélyezési tervvel indult, amit kiviteli tervkészítés követett. Ugye eleve úgy szólt a közbeszerzési kiírás, hogy kiviteli tervek készítése is egy ekkorelítesítmény, nem lehet kiviteli tervek nélkül elkészíteni, ugye az engedélyezési terv a részletekre nem terjed ki. Most ezzel kapcsolatban ugye szakhatósági egyeztetések, szolgáltatói egyeztetések folytak még a december-januári hónapban, és utána készült el tulajdonképpen az a terv csomag, ami alapján hát a mai megvalósulása megtörtént ennek a létesítménynek. Az időjárási viszonyok mennyire befolyásolták az építkezést? Hát nagy mértékben befolyásolták. Tehát elég csapadékos időszak volt, ugye nehezítette a hosszú tél, illetve a csapadékos tavasz, nyár, ősz a kivitelezési munkamenetet. Ugye alapvetően az is befolyásolta a munkát, hogy az eredetileg kiírt kezdési határidőhöz képest több mint egy hónappal később kaptuk meg a munkaterületet, mert ugye egy másik pályázó cég megtámadta a közbeszerzési eljárást, ami aztán hát szerencsésen lezajlott, és csak utána tudtuk elkezdeni a munkát. Ugye ezt rögtön az elején jeleztük is a beruházó felé, hogy tehát október közepe az, amikor mi a teljesítést vállalni tudjuk. A kívülálló szemével az épület nagyon gyorsan elkészült. Sokan azt mondják, hogy valóban ritka alkalom, hogy ilyen látványosan és gyorsan készüljön el egy középület. Nem tudom, a szakma ezt hogy véli. Én nem szeretném más szemével megítélni. Én azt gondolom, hogy a lehetőségekhez és a helyi adottságokhoz, körülményekhez viszonyítva valóban ütemezetten készült el a beruházás. Hát bízom benne, hogy úgy fog lezárulni a projekt, hogy mindenkinek a megelégedésére fog szolgálni. Végső cél természetesen az, hogy a diákok birtokukba vegyék az épületet. A mostani ütemterv szerint ez mikorra várható, amikor a diákok belakják? Tudomásom szerint, mivel az eszközbeszerzési része az nem a mi projektünk keretében zajlik, hanem azt egy másik közbeszerzési eljárásban pályáztatja az önkormányzat, ez még most van folyamatban, tehát én úgy gondolom, de ez igazából az iskolának és az önkormányzatnak a döntése, hogy a második fél évre fognak ide költözni a gyerekek. A létesítmény az olyan szempontból használatra alkalmas lesz, hogy a fűtési rendszer, világítási rendszer, hangosítás, minden működik, tehát tulajdonképpen bármikor használatba vehető lesz, amikor a szakhatóságok is azt mondják, hogy no, akkor hajrá. A Napsugár Idősek Otthonának demens osztályán nyílt napot tartottak az érdeklődők számára. A Napsugár Idősek Otthona demens osztálya egy nyílt lapot szervezett. Jung Katalinnal, a szakmai vezetővel beszélgetünk. De először is néhány szóban meg kellene mutatni, mi is ez a demens osztály itt az otthonon belül. 2010 májusában nyitotta az intézmény ezt a demens részleget, ezt az élet hozta így egyrészt, mert nagy rá a szükség lett, másrészt pedig, mivel speciális ápolási gondozási igényeik vannak ezeknek a gondozottaknak, ezt a részleget úgy alakítottuk ki, hogy az ő igényeikhez igazodva, zárva vannak az ajtók, nagyobb a nővéri és a szakfelügyelet is, a környezet is úgy van kialakítva, akadálymentesítve. Ezt a nyílt napot azért szerveztük, mert itt ebben a részlegben súlyos demens betegeket gondozunk elsősorban, ahol visszajelzést nem tudunk kapni a munkánkról, és a nyílt nap keretében a hozzátartozókat kértük meg, hogy mondják el, értékeljék a munkánkat, másrészt pedig, hogy beletekintést lássanak, hogy mi is történik itt nap mint nap a hozzátartozókkal. És milyenek voltak ezek a visszajelzések a hozzátartozók részéről? Hát hála Istennek pozitív visszajelzéseket kaptunk, megerősítették, hogy jól csinálunk, amit csinálunk. Egyértelműen pozitív volt a visszajelzés minden hozzátartozó részéről. Az itteni betegek esetében, mint említette, állandó a felügyelet. Ezen kívül esetleg valamiféle foglalkozások is zajlanak itt a épületen belül, amik idejüket kitöltik, lekötik?
Igen, nagyon fontos, hogy a foglalkozások napjában két mentálhigiénés munkatárs, aki foglalkozik velük reggel 8-tól este 5 óráig, különböző foglalkozásokat tartanak, memóriagyakorlatok, tornagyakorlatok, sokat szoktak a parkban sétálni, zenés foglalkozások, különböző otthoni munkára emlékeztető foglalkozások, így pogácsasütés, lekváreltevés, stb. Ilyesmit. Hány fő alakú most itt? Hát jelen pillanatban 12 lakó, akit gondozunk, de 14 férőhelyes az intézmény, de már telt létszámmal megyünk. Hogy lehet bejuttatni valakit ide az otthonba, hiszen az érintett már valószínűleg nem tudja maga cselekedni, intézkedni, a hozzátartozóknak mi a teendője, feladata ilyenkor? Hát a hozzátartozók felkeresik az intézményt, ugyanúgy, mint a többi szociális intézményben, itt is kérelemmel indul a folyamat. Az előgondozás során szoktuk megállapítani, hogy tényleg rendelkezik ezzel a középsúlyos vagy súlyos demencia kórképpel, és ha igen, akkor a további, ugyanúgy, mint a szociális otthonokban felvételt, tehát megállapodást kötünk. Mi a térítési díj, kell-e hozzájárulást fizetni? Egyszeri hozzájárulást itt ebben a részlegben nem kell fizetni. A demencia súlyosságától függ, hogy mekkora a térítési díj összege. Ha súlyos demencia kórképpen rendelkezik, akkor 86.700 forint, hogyha középsúlyos, akkor pedig 108.000 forint a térítési díj. Azt, hogy milyen súlyos demenciával rendelkezik, azt nem mi állapítjuk meg, hanem a demencia centrum szakvéleménye alapján állapítjuk meg a térítési díj összegét. Említette, hogy ez a nap pozitív tapasztalatokkal zárult, legalábbis az önök részére sok visszajelzés érkezett. Lesz folytatása a jövőben, esetleg jövő évben? Igen, tervezzük, hogy ezt a nyílt napot folytassuk, mert tényleg ezek a visszajelzések nagyon fontosak a számunkra. Rövidesen elkészül a Barátok templomának külső felújítása. Májer Mihály megyés püspök ezen alkalomból tartott ünnepi szentmisét. A polgármester úr a sikeres választások után szemben nagyon kellemes dolog itt nyilatkozni számunkra, hiszen egy jelentős eseményt ünneplünk ma, ez a Dunaföldvári templom megújult. Azt hiszem, önnek is egy ünnep ez a mai nap. Igen, hiszen a Dunaföldvári híveknek régi igénye volt, hogy a templom torony, ami már beázott, amivel elég sok gondunk volt, aznak egy felújítása elkezdődjön, és hála Istennek az idei évben ez elkezdődött, sőt, be is fejeződött. Ezt az ünnepi befejezést egy hálaadó szentmisével ünnepelte a Dunaföldvári katolikusok, és hát nem csak katolikusok közössége, hiszen maga ez a templom nem csak a hívőknek fontos, hanem Dunaföldvár egyik jelképe. Többek között, ha turizmusban gondolkodunk, akkor templomaink helyre rakása, megújítása, kicsinosítása minden Dunaföldvárinak közös érdeke. Valamennyien tudjuk, hogy ezzel nem ért véget a templom felújítása, hiszen a belső tér még erre vár. Ezt csak összefogással lehet megoldani. Gondolom az egyház, a város, a műemlékfelügyelet, ahonnan lehet, mindenhonnan pénzt kell szerezni a jövőben a belső tér felújításához. Igen, hát én jeleztem már a püspök úrnak, hogy valamikor még ebben az évben szeretnék lelátogatni Pécsre. Van néhány olyan közös kérdés a templom felújítástól, egy katolikus iskola gondolatán keresztül, egészen a temetők ügyéig, amiről mindenképpen beszélnünk kell, illetve hát most kezdődik részben az egyházközség, részben a Dunaföldvári önkormányzat részéről felkészülés a 2011-es költségvetésre. Én kérni fogom a Dunaföldvári Egyházközséget, ugye a püspök úr is, illetve a plébános úr is jelezte már, hogy a következő szakaszban minek a felújításáról gondolkodnak, elektromos hálózat cseréje, a templom kapujának kicserélése, kérek majd tőlük egy költségigényt, és akkor egyrészt végignézzük azt, hogy ebből a Dunaföldvári költségvetésben mennyi helyet tudunk kiszorítani, illetve hát én említettem többször is, hogy szeretném igénybe venni azokat az ismerettségeimet, kapcsolataimat, akár Budapesten, akár itt Tolna megyében, és megkezdem azt, amit ígértem, hogy felhívjam Dunaföldvárra és a Dunaföldvári igényeire és kérdéseire
ezeket a személyeket, befektetőket, minisztériumokat, és hát el kell kezdenem ez ügyben is járni az országot és lobbizni. Valamilyen szinten azért a helyi közösség is adományaival nyilván hozzájárul a felújítás munkálataihoz. Ez nem csak az egyház, ugye, hanem a város érdeke is. Így van. Említettem már, hogy a város mindenképpen fontos, hiszen a turizmus szempontjából, egyáltalán a város arculata szempontjából nagyon fontos, hogy egy ilyen műemlék szép legyen, hiszen ez kifejezi azt, hogy a dunaföldváriak mennyire lokálpatrióták, mennyire törődnek azzal, hogy szép és kellemes legyen a környezetük. Ugye többször beszélgettünk arról, hogy ez egy élhető város szeretne lenni, vagy még élhetőbb város, és talán ez az egyik eleme, hogy jó legyen bejönni a belvárosba, hogy mindenki lássa, hogy itt egy a környezetével és a város szépségeivel foglalkozó közösségért, és hát természetesen megnézzük azt, hogy maga a város, akár dunaföldvári vállalkozók is mit tudnak ezért tenni, milyen adokozást lehet itt még elindítani. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy különösen régi tapasztalatunk, hogy általában az egyszerűbb, vékonyabb pénztárcájú emberek szoktak ilyenre adakozni, és figyelembe kell venni természetesen az ő pénztárcájuknak a határait is. Püspök úr, milyen üzenettel érkezett ma ide, megújult, szépülő dunaföldvári templomba? Ha most már üzenetről beszélünk, akkor az első üzenet, hogy mindenkit szeretettel köszöntök, a földvári nézőket is, és kívánom azt, hogy ugyanúgy, ahogy most a templomban egységbe tudtak lenni, együtt tudtak imádkozni, együtt tudtak énekelni, együtt dobogott a szívük, hogy továbbra is együtt tudjon dobogni ebben a városban, tudjanak közös célok érdekében összefogni, és ha közös célok érdekében összefognak, akkor egy közösség alakítja és változtatja át a várost, és nem csak egy-egy személy, aki az élén van a városnak, de azok, akik az élén vannak, így mondta valamelyik német, hogy a vezető személyiségeknek erkölcsi húzó erővel kell rendelkezniük. Nos, ezt az új képviselőtestületnek is kívánom, hogy erkölcsi húzó erők legyenek, és a leköszönő képviselőtestületnek, és a polgármester asszonynak, Nagy Gábornénak is köszönöm, hogy eddig is igyekeztek mindig, és tudtak együtt dolgozni, és együtt gondolkozni a püspökkel is, és igyekeztek mindig együtt gondolkozni a hívő emberekkel is. Ismert dolog, hogy püspök úr korábban kötődött városunkhoz, hiszen itt teljesített szolgálatot. Ez azt jelenti, hogy általában, amikor Dunaföldvárra érkezik, jelképesen valahol ismét idézőjelbe hazatér? Hát így is lehet mondani, de úgy is lehet mondani, hogy akkor megint 20-25 évet fiatalodok. És hogyha az ember azt mondja, valahová visszamegyek, és fiatalodom, azt jelenti, hogy ott, abban az időben nagyon sok mély, lelki, szellemi élvény gazdagította. Nos, amikor valaki visszatér, akkor ezt a gazdagodási folyamatot és az embereknek a nagy lelkűségét is mindig föleleveníti, és hogyha rá mosolyognak, akkor az ember tudja, hogy az a lelki kapocs, ami megvolt, az nem szakadt el, hanem megmaradt, elmélyült. Az ünnepi hangulatból sajnos vissza kell zökkenünk a realitásokba, a valóságba. A templom felújítása belülről is aktuális. Említettem is, hogy a II. Világháború a templom belsőbe, és annak a következményei még nem múltak el egészen, hiszen a golyóknak a nyomát még látjuk. Az a pénz, amit most felhasználtunk, amit a Csőgül János összegyűjtött, ő annak idején úgy gondolta, a templom külső az még marad, az bírja és a tető is, és ezért ő a templom belsőre kezdett el gyűjteni. Most a templom belső pénzét használtuk föl a külsőhöz,
És erre akkor azt kell mondanom, hogy ahogy a külső megszépült, ugyanúgy álmaimban van, hogy a belső is egyszer meg fog szépülni, hogy mikor tudunk erre pályázni, mikor lesz elég szponzor, azt most egyelőre a Jóistenre bízzuk. A Családi Könyvtári Napok egy hétig tartó rendezvénysorozatának értékelésére kértük Gallai Erzsébetet, a Berzenagy Ilona Városi Könyvtár vezetőjét. Lezajlottak az országos családi könyvtári napok itt a Berzenagy Ilona Városi Könyvtárban. Hogy értékeled az egy hét eseményeit? Nagyon pozitívan alakult a könyvtári hét maga. Nagyon sok programunk volt, tudjátok, nap mint nap új programmal jelentkeztünk, nagyon sok résztvevővel, és az utóélete is nagyon pozitív. Ugye indult ez a könyvtári hét a legkisebbeknek szóló népmese nappal. Ez hogy csengett le? Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, két részből állt ez a program. A népmese napjára rajzolt képeket állítottuk ki, 90 rajz érkezett, helyesebben a nagyon sok rajzból 90-et választottak ki a pedagógusok, és azt állítottuk ki. Nálunk volt az eredményhirdetés, itt kapták meg a helyezettek a kitüntetéseket, a második részében pedig a gyerekek a kedvenc népmeséjüket olvasták fel. Ismernek-e egyébként népmeséket a gyerekek? Igen, nagyon remélem, hogy nem csak emiatt ismerik ezeket a meséket, de hát Benedek Elek feldolgozásában olvasták főleg a meséket, és azt hiszem meg I. és Gyula feldolgozásában is ezek ismertek, igen. És az illusztrációk meddig láthatóak itt a Berzenagy Ilona Városi Könyvtárban? November 2-áig láthatók, akkor már új kiállítással jelentkezünk, és el kell, hogy mondjam, és mindenkit csábítanék, hogy nézze meg, mert csodálatosak ezek a rajzok. Kedden, tehát a második napon az édesapákhoz, édesanyákhoz és a gyermekekhez szóltatok, nekik kínáltatok könyvtári lehetőséget. Mi is volt ez? Igen, ezzel éltek is a szülők is, a gyerekek is, sokan eljöttek és elolvasták kedvenc verseiket. Nagyon élvezetes volt a felnőttek számára is, de a gyerekek nagyon élvezték. Itt volt Simon István, aki egy bibliai történetet mondott el, azt is nyitott szájjal hallgatták a gyerekek. Azon kívül a Fafkáné Ildikó mondta el a család kedvenc meséjét, akkor a legjobb és leglátványosabb, legélvezetesebb talán az Ovonéni meséje volt. A György Attiláné mondott el egy kedvenc mesét, mit mondott el, előadott egy kedvenc mesét, és ez maradt a végére, ugye egy kicsit fáradt gyerekek teljesen fölébredtek, nagyon élvezték. A harmadik rendezvény a legfiatalabbaknak és a legidősebbeknek szólt. Jöttek nagyszülők unokákkal? Hát igazából nagyszülők jöttek, mert az unokáknak a számítógép ma már azt hiszem új gyakorlat, nem hoz annyi izgalmat, mint a nagyszülőknek, akik most próbálnak megismerkedni az internettel. Igen, jöttek, és kollégám tudott is segíteni nekik. Ennek van-e visszhangja egyébként? Visszajárnak-e az idős emberek netezni? Igen, igen. Főleg a problémáikkal jönnek, hogyha van otthon számítógépük, elakadnak, és a családtagok ugye két szóval elintézik, mert nekik természetes, hogy azt úgy kéne megcsinálni. Itt azért egy bővebb eligazítást kapnak, úgyhogy tartunk is majd tanfolyamokat, ha még mélyebben el akarnak igazodni a rejtelmes világban. Csütörtökön és pénteken a középiskolások voltak a könyvtár vendégei, tájékoztató előadásokat hallhattak, kiktől, milyen témában. Csütörtökön a Jancsó doktornéni volt nálunk, és egészséges életmódról tartott előadást, hogyan éljünk testi-lelki egyensúlyban. Szerintem nagyon élvezték a gyerekek, nagyon nagy érdeklődéssel hallgatták. Pénteken pedig gazdasági előadás volt, Gazdálkodj okosan címmel, az Anna Mária nagyon ügyesen egy játékkal indította az előadást. Meglepően tájékozottak voltak a gyerekek, és ugyanakkor meglepően naívak is. Gurics Anna Mária játékkal indított, és játék volt a témája a szombati napnak is. Mekkora népszerűségnek örvendett ez a játék lehetőség itt a könyvtárban? Meglepően jól sikerült, mert nagyon sokszor szerveztünk már szombatra a programot, és akkor
elég csekély volt a látogatottság, de most közel 30 gyerek jött el a nagy testvérével, illetve az anyukájával, kézműves dolgokat is csináltak, könyvjelzőt, könyvborítót, a gyerekek volt társas játék, nagyon jól érezték magukat. Egész héten, így vasárnap is módjukban állt azoknak visszahozni a könyveket, akik elfelejtették a határidőt megtartani, és ugye ez a megbocsátás hete volt, tehát késedelmi díjat sem kellett fizetni. Nőtt a könyvtárba visszahozott könyvek száma? Úgy fogalmaznék, hogy aki már nagyon régen elfelejtette, igen, most visszamerte hozni a könyvet. Volt olyan olvasónk, akitől több mint 10 000 forintot kellett volna bevasalnunk egy pár száz forintos könyvét, hogyha nem a megbocsátás hete alatt hozta vissza. Igen, jó néhányan visszahozták, mi meg megkaptuk ezeket a könyveket. Összességében melyik rendezvényt ítéled a legsikeresebbnek, és lesz-e folytatás? Talán azokat a rendezvényeket, ami a könyvtári tagság toborzással is jár, ugyanis hát az elsődleges cél mindig az, hogy ne csak akciószerűen jöjjenek be a könyvtárba, hanem rendszeres látogatóvá váljanak, és azt hiszem, hogy minden napnak megvan ez a hozadéka, nagyon sokan jöttek vissza beiratkozni, vagy csak kiállítást nézni, igen, azt hiszem, nagyon pozitív a visszajelzés. Lesz jövőre is? Bizonyára, nem tudom, ez mindig országos szinten dől el, nagyon remélem, hogy lesz, igen. Mi az, amire készül a könyvtár a közeljövőben a mindennapok munkája mellett? November 2-án új kiállításunk lesz, ez is nagyon érdekes lesz. Most a nyugdíjasokkal csinálunk közösen egy falvédő kiállítást, ami azt hiszem Földváron ennek nagy hagyománya van, és nagyon sok szép falvédő lesz. A hétvége labdarúgó eseményeinek összefoglalóját láthatják. Megyei másodosztályú csapatunk nagy dologon szerepelt a hétvégén. Péter, hogy alakult a mérkőzés, milyen eredménnyel értünk haza? Készültünk erre a hétvégére, győzelemre készültünk, de sajnos 0-0-as eredményt értünk el, amire azt mondják, hogy idegenből egy pontot elhozni nem rossz eredmény, de hát egy kicsit el vagyunk keseredve, mert győzelemre készültünk mindenképpen. A játékképe mit bizonyított, vagy mit tükrözött? Tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, tudtuk, hogy Pasker Robi, aki ebbe a szezonban 6 gólt lőtt a múlt heti kiállítása miatt most hiányozni fog, ezt igazolta is a mérkőzés, hiszen nem sikerült most gólt rúgnunk. Azt kell mondanom, hogy egy elég gyenge játékkal sikerült ezt az eredményt elérni, illetve hogy harmadik döntetlenünk volt most egymás után, erről majd a keddi edzésen az öltözőbe beszélgetni kell, hogy mi lehet ennek az oka, hogy nem tudjuk a magunk javára fordítani a meccset, de hát továbbra is őrizzük veretlenségünket a bajnokságba, a megyei másodosztályba egyedüléként, ez viszont a pozitív része az eseménynek. Említetted, hogy Robi nem játszott, ugye eltiltás miatt. Más hiányzó volt a csapatból, aki alapember kezdő lett volna, de valamilyen oknál fogva nem tudott pályára lépni? Hát igazából a most már szokásos sérültek, a Boros Robit, Sanyi, Lukács Lajos, ők hiányoztak. Más hiányzók nem volt, tulajdonképpen a teljes csapatra tudtunk felállni. Robi eltiltása hány mérkőzésre szól? Erre az egy mérkőzésre szól, jövő héten a Madocsa elleni rangadón, amire úgy hallom, hogy ellenfelünk komolyan készül, ismét bevethető lesz. Az ellenfél milyen játékerőt képviselt, mit tudtál meg, milyen információi voltak a nagydőgi csapatról? Ők a megye harmadosztályból most kerültek fel az idei évbe, a bajnokság, tehát a tabella vége felé szerepelnek. Hát a játékba azt hozták, amit én vártam tőlük, csak nagyon lelkesek voltak, és úgy, ahogy ment előre az idő, az eredmény nem változott, egyre lelkesebbek lettek, mi meg egyre idegesebbek, de hát ilyen ez a futball, előfordulnak ilyen események is. A fiatalok mérkőzése hogy zárult? Ifistáink 4-3-ra nyertek, egy igazi rangadón, hogy úgy mondjam, egy hasonló játékerőt képviselő nagy darog ellen küzdelmes, jó meccsen sikerült begyűjteni a 3 pontot. Üdvözöllek István a stúdióból. Őcsénnyel játszottunk hazai pályán. Várjuk az összefoglalót, illetve az eredményt. 3-2-re győzött a Dunaföldvár csapata, fél időben 3-0-ra vezettünk.
nagyszerű első félidőt sikerült produkálnunk. Sajnos a várt gólszület helyett a másik félidőbe átvették a vendégek csapkodó ideges pontatlan játékát. Két bal szerencsés kabaréba illő gólt szereztek a mérkőzés végén. Így a nagy különbségű győzelem helyett egy számszerűleg szorosnak tűnő győzelmet sikerült csak aratnunk. Ellenfelünk hol áll a tabellán? Milyen játékerőt képvisel? Hát szerintem nagyon gyenge játékerőt képvisel, hogy hol áll a tabellán, azt nem tudom, nem szoktam figyelni őket. Hogy áll fel a csapatunk? Hát azt nem mondom, hogy tartalékosan, mert 16 egyforma, hogy milyen képességű az egy dolog, de 16 egyforma játékosunk van, 6-an hiányoztak a felnőtt csapat keretéből. Ennek meg az edzésen nyújtott kiváló teljesítményüknek köszönhetően ma debütált felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzésen a megye első osztályban Farkas Péter, a kapusunk, aki nagyszerű teljesítményt nyújtott. Középpályán lehetőséget kapott a bizonyításra, szintén az ifjúsági csapat oszlopa Nyári Attila, aki szerintem a mezőny egyik legjobbjaként szerepelt a mai mérkőzésen. Játék lehetőséghez jutott még a Hegyi Armand, aki megoldotta a feladatát. Hát összességében ebben sok hiányzóból jól jöttünk ki, mert a fiatalok nagyszerűen megoldották a dolgukat. Említetted, hogy 3-0 vezettünk az első félidőben. Kik rúgták a gólokat, és illetve milyen gólok voltak? Nagyszerűen felépített, szinte sakmatik végigvitt támadásokból a Széles Gergő lőtt 2 gólt, és egyet a Rein Attila. Az ifjúsági mérkőzés milyen eredménnyel zárult? Sajnálatos módon a fiataljaink vereséget szenvedtek 3-1-re. Ilyen kiki mérkőzés volt, az ellenfél vezetett 2-1-re. Fiataljaink támadtak, helyzeteket hagytak, és ahogy a futball ilyenkor büntetni szokott a végén, a vendégcsapat szerzett egy szép gólt, és így 3-1-re győztek.